Bonyhádváros önkormányzatának képviselőtestülete a 2019. évben Péterman Jakab díjban részesíti Csibi Csabát, több évtizedes sikeres és eredményes vállalkozói tevékenysége, közéleti szerepvállalása elismeréseként. május 8-án születtem Szekszárdon, egyébként kismányoki születésű vagyok, családunkhoz Kismányokon élt. 1980-ban megházasodtam, feleségem egy bonyhádi sváblány. Ugyanettől az évtől vállalkozók is lettünk, tehát és elmondhatom azt, hogy egész idáig a feleségemmel egy munkahelyen is dolgozunk, ketten kezdtük a vállalkozást. Megélhetésünk se volt ennyire ebből biztosított, tehát göröngyös volt az út, de fokozatosan azért sikerült lábra állni. Nem volt egy irigyles, nem éltó munka, mivel szombat-vasárnap munkat felemészette a dolog. 85-ben kezdtünk egy halbót nyitással, később kezdtünk az élőhallal nagy tételbe a tenyésztéssel is foglalkozni. Volt egy nagyon jó barát tanítómesterem, egy idős bácsi, akitől én a szakmát tanultam, a haltenyészt és minden csinyát tudta, és ő vele béreltünk ki először halastavat, utána egyre többet, és akkor így léptünk előrébb. Eleinte a horgászegyesületeket, üzleteket láttunk el a környéken, próbáltunk nagyobb tételben is kereskedni a hallal. Hamar rájöttünk arra, hogy nagyobb ráció van a kereskedelemben, mint a termelésben, ezért inkább e felé mentünk el, próbáltunk külhoni piacokat keresni. Először Romániába szállítottunk sokat, egy román áruházláncot láttunk el 3 évig. Ez a profilunk, ez a fő tevékenységünk, az export. Belgiumba szállítunk, Lengyelországba, Németországba, Ausztriába, Franciaországba is. Ez a szakma nagy odafigyelést igényel, tehát csak azt tudja csinálni, aki szereti is csinálni. Tehát itt folyamatosan dolgozni kell az emberekkel, ott kell lenni, figyelni, mivel hogy élő állattal foglalkozunk, és nem közvetlenül kezelhető, kézzelfogható élő állattal, hát csak akkor tudjuk őket szemrevételezni, amikor behalásszuk, vagy éppenséggel kapódunk. Nyáron is biztosan el tudjuk látni a vevőinket, ezért ráálltunk a nyári tenyésztésre, a tápos nevelésre, tehát tározókat, nyáron az üres tározókat hasznosítjuk, próbálunk kis helyen, sűrű környezetbe nevelni halakat, ami nagyon jó ízű lesz és gyorsan megnő. Tehát ezáltal bebiztosítva azt is, hogy nyáron is folyamatosan tudjunk lenni. Öröm számunkra, hogy tényleg egy olyan egyéniség, igen, sikerül egy olyan fajta kapcsolatot teremteni, mint ahogy Csabával is sikerült. Ugye itt vissza kell mennem, ugye itt a régi időkben ugye barátok is voltunk, meg osztálytársak is, de hát nem ez motivált főleg, hanem tényleg az érzékenysége, ami az őseink iránt való tényleg, meg ezeket az értékeket ő is hasonlóan nagyon-nagyon fontosnak találta, mint vállalkozó is. Természetesen pénzbe is támogatta a szövetséget, és a mai napig is. Valamint hát ami nem mellesleg, ugye, hogy részt is vesz, tehát részese volt. Akár veszik ugye a kismányoki székelyportát, hogyha kellett betonozni, tolta a talicskát, tehát tevékenyen részt vett. Megtiszteltetésnek érzem, hogy erre a díjra engem találtak a megfelelőnek az idei évben. Hogy a közösség, vagy az önkormányzati testület nekem ítélte oda. Nagyon örülök, hogy ezek szerint akkor más is észrevette, hogy valamit csináltunk.